5 éves stabil MB2-es párosítás, a Győr, illetve a Siófok párharca. Utoljára 9 évvel ezelőtt találkoztak az MB1-ben a csapatok egymással, akkor 2-1-re nyert az Eto, viszont az utóbbi években rendre az MB2-ben mérkőznek meg egymással. Tavaly az Eto Parkban 0-0-ás döntetlen született, azt megelőzően 2-1-re nyert a Győr. A Siófok mindössze csak egyszer tudott nyerni az Eto Parkban, még 2019-ben 2-1-re. Az Eto nem kezdte a legjobban a bajnokságot, ugye megverte a Nyíregyházat az első fordulóban, de a Szeged és a Haladás elleni rangadókat egyaránt elveszítette, viszont a Siófok csak egy nullás meccseket játszott, a Diósgyőr és a Nyíregyháza ellen győzelem, míg a Csákvár ellen vereség. Jaj, gyönyörű! Kettő perc van. Na, ez megvan. Ez az, bravo! Zavarja. Kihagyott te!
Egyessel, Orsos Vili! Thank you.